Jó estét kívánok, önök az esti közelképet a Debrecen Televízió közéleti műsorát látják. Egészen különleges történelmi diplomáciai héten van túl Magyarország. Budapesten 42 ország, állam, illetve kormányfője és az Európai Unió minden intézményének vezetője találkoztak. A résztvevők Európa biztonságáról, geopolitikai és gazdasági helyzetéről, valamint az Európára nehezedő migrációs nyomásról tárgyaltak. A találkozó végén deklarációban fogalmazták meg közös célokat, pontosabban a tanács tagjai. Hogy a csúcs milyen hatással lesz az ország jövőjére, többek között erről kérdezem vendégemet, Tőkés Tibor, Európai Uniós szakértőt. Szép estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok. Nagyon érdekes, ugye tényleg történelmi hét az, ami diplomáciai tekintetben történt Magyarországgal. Ilyenre még nem volt példa. Hogyha csak ebből a kontextusból vizsgáljuk és nézzük, és helyezzük az Európai Uniós platformra, ha úgy tetszik, akkor ez mennyire nevezhető valóban történelminek? Igen, tehát ahogy többen is fogalmaztak, az elmúlt évtized legjelentősebb csúcstalálkozóit tartották Budapesten a közelmúltban. Itt két találkozóról van szó, az egyik a Európai Politikai Közösség találkozója, amely tulajdonképpen az összes európai ország állam- és kormányfőjének a találkozója, illetve meghívást kapott erre a találkozóra az Európai Tanács állandó elnöke, az Európai Bizottság elnöke, az Európai Parlament elnöke, de jelen volt Mark Rutte NATO főtitkár is, illetve az Európai Uniós tagállamokon kívül több tagjelölt, illetve egyéb az Európai Unióhoz szorosan kapcsolódó tagállam. Állom. Szóval ilyen tekintetben tényleg nagyon érdekes, hát így még senki nem hozta őket össze. Ilyen csúcs találkozó nem új keletű az európai politika és diplomácia történetben. A lényegét az adja, és ezt Emmanuel Macron, amikor 2022-ben ezt a csúcs találkozónak a javaslatát elhozta, akkor azt mondta, hogy ez egy állam- és kormányfők csúcs találkozója, amely nem rendelkezik olyan merev struktúrával, illetve olyan intézményrendszerrel, mint az Európa Tanács, vagy akár ugye az EBSZ, amely a hirtelen kihívásokra nem tud hatékonyan pont ebből adódóan reagálni, és ugye ezt válthatja ki ez az Európai Politikai Közösség találkozója, az egész Európát érintő fontos stratégiai, illetve biztonságpolitikai kérdésekben. Maga a csúcs találkozó létrejötte is egy geopolitikai eseményből, illetve egy háborús konfliktusból indul el. Mert ugye Macron, amikor ezt a javaslatot tette, akkor az orosz-ukrán háborúra való hivatkozással tette ezt a kezdeményezést. Az Európa biztonságát is kell, hogy garantálja ez az európai politikai közösség a párbeszéden keresztül. Illetve a másik csúcs találkozó, ez az Európai Tanács, ez az Európai Unió állam- és kormányfőinek formális ülése volt, tehát itt már csak az Európai Unió állam- és kormányfői vettek részt, és ennek a találkozónak a végén fogadták el az úgynevezett budapesti nyilatkozatot, mely tulajdonképpen az Európai Unió versenyképességi megállapodása, amely két dokumentumon alapul, és itt ezt a bevezetőben meg is találjuk. Ez az Európai Unió belső piacának a továbbfejlesztéséről szóló dokumentum, Enrico Letta, és az Európai Unió versenyképességének a jövőjéről szóló dokumentum, ez pedig a Mario Draghi féle jelentés. És ugye, hogyha végigolvassuk ezt, egyébként 12 pontban foglalja össze az unióval kapcsolatos az unió kihívásait, illetve azon intézkedéseket, amelyeket meg kell tenni a következő időszakban. Tehát konkrét megállapítások is vannak, de vannak általános megállapítások is. Ugye itt ez egy jó ideje érő nyilatkozat. Ez milyen hatással lesz a jövőre nézve, ön szerint? Itt mindenképpen első körben a,
az együttműködés mélyítése az, ami célkitűzés. Tehát ugye együtt erősebbek a tagállamok. Itt a belső piac továbbfejlesztéséről van szó. Bevezetik azt, hogy energiauniót szeretnének 2050-re létrehozni, de az energiafüggetlenség egy fontos pont, illetve egyéb a belső, az agrárpiacot, tehát az agrárpolitikát érintő megállapítások, de akár a foglalkoztatás tekintetében történő megállapítások vannak, ezek nem olyan konkrét megállapítások, illetve a kutatásfejlesztés terén az Európai Unió versenyképességét szeretnék fokozni, ez 2030-ra azt jelenteni, hogy a GDP 3%-át szeretnék kutatásfejlesztésre fordítani az Európai Unión belül, de tartalmaz bürokrácia csökkentő tervet, a bizottságot felkérték, hogy 2025 második fél évéig 25%-kal csökkentse a vállalkozások, az európai vállalkozásokra nehezedő bürokráciai terheket. Tehát ez már konkrét határidő, de tulajdonképpen a bankunióra vonatkozó továbblépés, illetve a tőkepiaci unió felé való továbblépés is egy fontos pontja ennek a megállapodásnak. Hát van egy másik, ez végül is a gazdaság életet élénkítheti, de van egy nagyon komoly kérdés még, ugye az európai, hát védjük meg önmagunkat, az hadipar, illetve a biztonságpolitikai kérdések, tehát ez egy nagyon-nagyon lényeges kérdés, és azért hát nem mindenben volt egyetértés. Igen, abban egyetértés van, hogy a védelmi képességeket fejleszteni kell, illetve a védelmi iparba való befektetés, és tehát ezek nem elválasztható dolgok egymástól, tehát a versenyképesség, a belső piac versenyképességének a javítása az nélkülözhetetlen ahhoz, hogy ezeket a védelmi kapacitásokat is fejlesszék. Ez magával hozza egy újabb kapcsolatot, tehát a konnektivitást, amit napjainkban szeretnek hangsúlyozni, tehát ezt felerősíteni. Erre egyébként vannak jelek Európában, hogy ilyen irányba, itt hazánkban is ilyen irányba történnek befektetések és fejlesztések. Itt az amerikai elnökválasztás másnapján ültek össze. Hát van egy ilyen zöngéje a tanácskozásnak, illetve itt ennek a védelempolitikai együttműködésnek, hogy ha az Egyesült Államok csökkenteni a jelenlétét, ami nem biztos, de előfordulhat, így Európa jobban magára lenne utalva, vagy jobban fejleszthetné a védelmi képességeit. Hát itt ez azt jelenti, hogy a tagországok nagyobb ráfordítást fognak tenni a védelmi ipar tekintetében, és nem véletlen, hogy Franciaország kezdeményezte ezt a mind az európai politikai közösséget, ugye ennek részben célja a védelmi kapacitások, illetve a védelmi politikának a fejlesztése, illetve a budapesti megállapodásban is azért jelen van erősen ez a védelmi politikai, tehát ez a védelmi fejlesztés. Ugye Franciaország tudjuk, hogy élen jár ebben, tehát az Európai Unió vezető hatalma ebben a tekintetben. És itt a védelmi képességek tekintetében nem kizárólag az Európai Uniót kell értenünk, mert nagyon jelentős partner az Európai Uniónak az Egyesült Királyság. Tehát ugye itt ezt az Egyesült Királysággal együttműködésben szeretnék elérni. És ugye a harmadik nagy téma a migráció volt, sajnos túl sok időnk nincs, de muszáj erről beszélni. Igen, a migrációs stratégia, illetve az Európai Unió jövőbeli hozzáállása a migrációhoz. Itt új gyakorlatokat vezetnének be. Nincs egyelőre megállapodás, tehát teljes egyetértés a tagállamok között ezen a területen. De nyilvánvalóan ez majd a tanácsnak a hatásköre lesz, és a tagállamok fognak megállapodni erről. Ez mindig nagyon érzékeny téma a migráció kérdése Európában. Szakértőként hogyan látja? Jó, hogy történelminek nevezzük a találkozót, de vajon lesz-e történelmi hatása a jövőre nézve Európának? Ez függ a... nem akarok komoly jóslatokból bocsátkozni, de ez egyrészt függ a jövőbeli geopolitikai helyzettől, illetve nagyon erősen függ a tagállamok azon hajlandóságától, hogy szeretnék-e végrehajtani ebben foglaltakat. Ugye a záró rész a nyilatkozatban úgy szól, hogy
felszólítja az Európai Tanács, hogy a résztvevők, tehát a tagországok, de a belső piac szereplői is tegyenek meg mindent a stratégiában foglaltak végrehajtásáért. Hát ez a végrehajtási hajlandóságtól függ majd, tehát sok változós az egyenlet. Mindenképpen fontos az, hogy megtörtént egy ilyen dokumentum elfogadása, de a végrehajtás az majd a jövőben látjuk. A konkrét határidőkkel ellátott pontok esetén már a jövő évben, tehát a következő európai tanácselnök, európai uniós tanácselnöki ciklus végén már lesz ennek eredménye, lehet ennek eredménye. Na, akkor majd újraértékelünk. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Én is köszönöm.